Köszöntöm a hallgatókat, Gyemendi Réka vagyok, a Békés megyei hírlap beol.hu újságírója. Július 14-én nyílt meg Éber Tamás bőrműves mester és a mezőmegyeri bőrműves szakkör tagjainak kiállítása, a munkák pedig július 28-ig szerepeltek a művelődési ház kistermében. termében. Mai adásunkban Éber Tamással beszélgetek. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Én köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, kiállítás nyílt a szakkör tagjainak a munkáiból. Kérem, meséljen egy picit erről, hogy mi volt a kiállítás előzménye, hány alkotás, illetve milyen alkotások szerepeltek ezen a kiállításon. Hát ez egy jó pár évre visszanyúló szakkör. Kb. öt évvel ezelőtt kezdtünk így el együtt dolgozni. A Csaba Kulturális Központnak van Mezőmegyeren egy Arany János nevű művelődési ház, és oda hívtak el szakkör tartani. A két covidos év kiesett belőle, tehát igazából három éve folyik ott alkotó tevékenység. Vannak, akik a kezdetek óta járnak vissza, van egy kis cserélődés is évközben, vagy havonta egyszer szoktunk összegyűlni, meg nyáron szokott egy nyári tábor lenni, és valójában most leginkább ennek a nyári tábornak az alkotásai lettek ott kiállítva. Ugye önnek is megtalálhatóak a kiállításban munkái, ezekről mit lehet tudni? Nagyon sokféle tárgyat készítettem, kísérleteztem az évek folyamán, ebből most egy viszonylag szűkebb szeretett női táskákat állítottam ki ezen a kiállításon, ami a, főleg az áródás, a kialakítás miatt én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból különlegességnek számítanak, de nagyon szeretek egyéb kreatív dolgokat, játékokat, bábokat is készíteni, színháznak csináltam jelmezeket, különböző oklevéltokokat, stb. Tehát nem ezeket, hanem ebből Hát csak egy szűk részét állítottam ki. Uh -huh. Milyen létszámmal szokott egyébként működni a tábor, illetve korosztály tekintve kiket szoktak várni? Többféle korosztály szokott részt venni ezeken a szakkori foglalkozásokon, a középiskolásoktól egészen az idősebb korosztályig. Jellemzően 6-8 főben igyekszünk, maximálni ezeket a szakköri alkalmakat, mert ez az a létszám, amivel még úgy lehet együtt dolgozni, hogy tényleg valójában alkotó munka folyik. Azok a kézműves foglalkozások, amelyeken 10-15 ember vesz részt, az valójában nem a résztvevőknek, hanem inkább esetleg a szervezőknek jó. Így van lehetőség mindenkire odafigyelni. Az a jellegzetessége még ennek a szakköri formának, hogy nem egy előre meghatározott tematika szerint haladunk, hanem az odaérkezőknek jellemző Különbözően vannak elképzeléseik, hogy miket szeretnének bőrből megvalósítani, és én meg ezt igyekszem segíteni a munkájukat. Elmondják, hogy milyen tárgyat szeretnének, és akkor én az elejétől kezdve igyekszem ezt levezényelni, úgyhogy segítséget nyújtok elsősorban ebben. Beszéljünk egy picit erről, hogy hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen alkalmat, milyen Elképzelésekkel szoktak megérkezni az emberek, és igazából mit lehet megcsinálni bőrből? Hát bőrből rengeteg mindent meg lehet csinálni, itt a szakköri körülmények azért valamennyire behatárolják a lehetőségeinket. Á, jellemzően x szoktunk kezdeni, még ilyen apró tárgyakkal azért, hogy bizonyos technikákban jártasságot szerezzenek, de táskák, övek, késtartók, süvegek, ékszerek, óraszíjak, hát valójában tényleg amire elszények, táskák, amire szükségük van az oda járó diákoknak. Kiknek tudná ajánlani ezt a szakkört? kell -e hozzá valamilyen kvalitás, akár művészeti kvalitás, vagy esetleg ez nem szükséges hozzá? Hát én azt gondolom, hogy leginkább az érdeklődés, ami szükséges, hogy motivált legyen, aki odajön. Itt igazából nem tudunk a szakkör folyamán valamilyen végzettségről igazoló papírt adni, hanem inkább abban van az erőssége, hogy egyedileg tudunk foglalkozni a különböző tárgyak alkotásával. Hogyha jól tudom, akkor szeptembertől lehet is jelentkezni a szakkörre. Ezt hogyan tehetik meg az érdeklődők? Az lenne a kérésem, hogy Zalai -Zal Erikát keressék meg, ő a mezőmegyeri Arany János műfáznak a vezetője, és ő tud ebben segíteni. Egyébként miért fontos a bőrműves hagyományoknak az ápolása, illetve ezeknek a technikáknak a továbbadása, vagy úgy is feltetném a kérdést, hogy hol van a bőrművesség helye a mai világban. Ez összetett kérdés. A bőr az egy, egy csodálatos anyag, ha nem lenne az, akkor nem foglalkoznék 30 éve ezzel az anyaggal. Rengeteg minden tárgyat el lehet bőrből készíteni. Én azt gondolom, hogy a manapság egy nagyobb igény van arra, hogy egyedi tárgyakkal vegyük körül magunkat. Persze a tömeggyártott tárgyaknak is megvan létjogosultsága, de sok emberben felmerül az, hogy valami olyan legyen, amit igazából szeretné, és esetleg nem tud beszerezni még itt az interneten keresztül sem. Egyébként jelenleg mind dolgozik, van-e mi az, ami leginkább inspirálja mostanában? Ez a közel 30 év alatt, mióta bőrrel foglalkozom, intenzíven igyekeztem minél több dolgot kipipálni a bakas listáról, és valójában a főbb tártípusokat már elkészítettem a saját magam örömére. Persze a megrendelések azok mindig változatosak, mindenféle dolgokat kérnek tőlem. De egy bizonyos szint után eljutottam oda, hogy, hogy megpróbáltam nyitni egyrészt a tanítás terén az élménypedagógia, az ami érdekelt, másrészt pedig az, hogy ezeket a modern technológiákat hogyan lehet manapság a bőrművességbe bevinni, úgy, hogy Közben az eredeti kézműves jellegét megőrizze. És most ez az, az a terület, ami leginkább érdekel engem, és ezzel szeretek foglalkozni. Köszönöm szépen, és a továbbiakra jó munkát és sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm.